Fokozódni látszik a migráns helyzet, néhány esetben Makóig is eljutnak az illegális bevándorlók. A Kiszombori és a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség, a Magyar Honvédség és az osztrák rendőrség járőrei 2021. szeptember 29-én szerdán például 36 határsértőt tartóztattak fel Makó külterületén, de földek határában is találtak egy 27 fős csoportot. Éberhard Gábor, a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség vezetője a legutóbbi testületi ülésen tartott tájékoztatójában kiemelte, Ebben az évben az illegális határátlépésre vonatkozó kísérletek, valamint az intézkedés alá vont külföldiek száma megsokszorozódott. Ez körülbelül egy ilyen hatszoros nagyságrend. Ugyanakkor gondoljunk vissza például arra is, hogy 2020 tavaszán, nyarán, hónapokon keresztül egy igen erőteljes zárás volt a tőlünk déli államok területén. Tehát nagyon sok összetevős az a változás, ami most megjelent. A jelen időszakban, és nyilván erre törekszünk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez ne történjen meg, a mindennapi életvitelt tartósan akadályozó negatív hatások nincsenek a térségben az illegális bevándorlás összefüggésben. Hozzátette, az összehangolt munka annak is köszönhető, hogy a határrendészeti kirendeltség, a rendőrség, a honvédség, valamint a szerb és a román hatóságok között folyamatos és szoros az együttműködés. Nagy Sándor rendőr alezredes, a makói rendőrkapitányság vezetője elmondta, a migrációs folyamatok hátterében komoly előkészítő munka folyik. Természetesen ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezek az emberek céltalanul elindulnak, és ezt senki nem szervezi. Emögött e igen komoly szervező munka van, e, e, leginkább és a legkézzelfoghatóbb az, amikor is ebből nyilván hasznot szereznek, ők az embercsempészek. Csak egy példát mondjak, a mai nap reggel, tehát három embercsempészsel szemben jártak el Csongrád család megyében. Ez egyetlen éjszakának a termése. Éberhard Gábor és Nagy Sándor véleménye megegyezett, hogy a lakosság szerepe és együttműködése nagyon komoly szerepet játszik abban, hogy ilyen hatékonyan és sikeresen tudnak a szervek fel lépni a migráció ellen, hiszen rendszeresen kapják a bejelentéseket, kialakított járőrözési módszerüknek köszönhetően pedig perceken belül bárhová oda tudnak érni intézkedési területükön belül.